Kedves kollégák, kedves vendégek, a hivatalos köszöntők elhangzása után egy restanciának szeretnénk eleget tenni. Cégünk egyik meghatározó hagyománya, hogy ünnepi alkalmakkor, mikor összegyűlünk, kiragadjuk és megismertetjük azok példamutató munkáját, akik szakmai felkészültségükkel, cég iránti lojalitásukkal és közösségépítő szellemiségükkel példát mutatnak nekünk, utódoknak. A tavalyi év járványhelyzete nem tette lehetővé, hogy összegyűlhessünk, így most a cég vezetése egy adósságot szeretne lerúni. A TAEX ZRT 2001 óta éppen 20. éve adományozza oda a cég aranygyűrű elismerését a legkiválóbbaknak. Ez az erdőgazdaságunk által adható legmagasabb kitüntetés, melyből minden évben egy kerülhet odaítélésre egy arra érdemes munkatársunk részére. Eddig 23 személy szerepel ebben az igencsak prominense sikeredett névsorban, és most büszkén hívom az idei kitüntetettet megérdemelt díjának átvételére. Akire pedig a cég vezetésének választása esett, és aki a 70 éves TAEX születésnapon a 20. évében a kitüntetésnek annak birtokosa lehet, Gyenge Álmos, nyugalmazott kerületvezető erdész. Kérem pár évet. Azt hiszem, a taps önmagáért beszélt, és nyilván mindenki ismeri Álmos, de azért egy pár gondolatot hagy mondjak, ha már kiszorítottalak. Gyenge Álmos 1973-ban érettségizett a Rózsa Gyula Erdészeti Technikumban, majd erdésztechnikusi, ezt követően erdészeti növényvédői technikus oklevelet szerzett, mindkettőt kiváló minősítéssel. 73. szeptember 1-én helyezkedett el az első, és mint mára kiderült, egyetlen munkahelyén, a Tanulmányi Erdő, Állami Erdőgazdaság Sopron környéki erdészeténél. Először erdei segédmunkásként, később a Tómalmi Csemetekertben könyvelőként, bérszámfejtőként, majd csemetekerti erdészként dolgozott. A 70-es évek végén újra kikerült az erdőre, erdőművelő erdészre. 1980-tól a Nagycenkés Sopron környéki területileg meglehetősen széttagolt erdészkeretet vezette egészen tavaly évvégi nyugdíjbevonulásáig. Gratulálok! Köszönöm szépen!